Ukrán énekes a színpadon a pécsi Széchenyi téren. Itt tartották a nemzetiségek napját még szeptember 7-én. Az ukrán nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdeztük arról, hogy növekedett-e a létszámuk. Hiszen a napi hírekben arról hallani, hogy sokan menekülnek hazánkba a háborús helyzet miatt, és többen Baranyában találtak otthonra. Olyan szempontban, mint a választópolgárok létszám nem változott, viszont a menekült emberekből most tavaly sokkal több volt, most kiment vissza haza, kiment tovább Németországba, Angliába, bár ilyen többi országba. Most jelenek ilyen körülbelül 100-an vannak, ami gyerekek is vannak, ami szinte óvodába, iskolába járnak. Ami nagyon jó, hogy aki keresi a munkát, az talál. Szóval ilyen segítőkészek a munkaadók is. Az elnök elmondta, hogy a nyelvismeret hiánya még helyenként hátrányt jelent, de találkozna olyan családdal is, akik lehet, hogy Baranyában telepednek le végleg. Valaki már nagyon szépen is beszél magyarul, van, aki már csak tanul, de már látszik az, hogy van még olyan gondolatok, hogy lehet, hogy itt maradnak, hogy nagyon tetszik nekik a város, és természetesen most nem lehet tudni, hogy Ukrajnában meddig lesz az a helyzet. Reméljük, hogy mi hamarabb vége lesz, de most itt tartunk. Újabb pozitív hír a két nemzet történetében, hogy iskola nyílt Budapesten, mondja Popovics Jelena. Nagyon jó örömhír van, ami nem Pécset érint, hanem igazából az országos ukrán önkormányzat érint, ami Budapesten idén kinyitották egy ukrán-magyar iskolát, ami nem csak iskola 8 osztályba, hanem a gimnázium lesz, és a gyerekek a végén 2 diplomát fognak kapni. Szóval ez az első hivatalos iskola, úgyhogy az idén érdett az első osztály. A budapesti ukrán iskola 600 a háború elől Magyarországra menekült gyermek oktatását biztosítja szeptembertől. A magyar kormány saját költségvetésből forrást biztosít az épület bérlésére, az iskola dolgozóinak fizetésére és az egyéb kapcsolódó kiadások fedezésére.